A Nemzeti Filharmonikusok karmestere Kocsi Zoltán szerint Wagner Tannhäuser nyitányát, Richard Strauss Zarathustráját és Sostakovics első zongora versenyét a szarkazmus köti össze. Január 12-én mindhárom darabot hallhatják koncertjükön, de legérdekesebbnek a trombita és a zongora párbeszédére épülő zenemű ígérkezik. Azt a fajta zenei ötvezetet, amit Sostakovics csinál, hogy megtett ebben a műben, az minden esetben tükrözi azt, amit a nyugati világzenében mondjuk Gershwin csinált. Viszont az ő szája íze szerinti tréfálkozás, illetve szarkazmusa a dolognak, az inkább Prokofievi ebben a műben. Úgyhogy mindenképpen egy ilyen crossoveres dologról van szó. Nagyon sajátosan használja a mű szerkezete során a komoly zenei elemeket. A mű vége felé már tényleg ilyen burlesque szinten jeleníti meg. És az a nagyon nehéz benne, hogy a darabnak a komolyságát emellett meg kell őrizni, de mégis tudni kell azt az ízt tálalni, ami a csapás a végén, ami a poén. A mű zongora szólamát, amit az orosz zeneszerző saját kezére szánt, a műpában Olga Kern adja elő a Nemzeti Filharmonikusok hangversenyén.